A veszélyhelyzet ideje alatt megváltozott eljárásrenddel, de továbbra is működik az igazságszolgáltatás. A ma megjelent kormányrendelet célja az, hogy a jövőben minimálisra csökkentsék a személyes megjelenést igénylő eljárásokat, és a lehető legtöbb ügyet papíralapon vagy elektronikus úton intézzenek az állampolgárok. A kormány célja az, hogy továbbra is biztosítsa az állampolgárok számára a bírósághoz fordulás jogát. Éppen ezért a bíróságokon új eljárások indíthatóak, illetve a folyamatban lévő ügyek folytatódnak. Kizárólag azon ügyek fognak kivételt képezni, ahol feltétlenül szükséges a személyes megjelenés. A végrehajtások tekintetében is számos fontos intézkedést hozott a kormány. Az ingatlanok kiürítését, árverezését a veszélyhelyzetet követő 15. napig felfüggesztettük. Az ügyfelek postai úton, telefonon, az internet segítségével kérhetnek információt folyamatban lévő ügyeikről, hogy itt is a minimálisra csökkenjen a személyes megjelenést igénylő ügyintézés. Szintén hasznos információ, hogy a kijárási korlátozások nem vonatkoznak azokra, akik ügyvédeiket keresik fel, így ezen jogi ügyek továbbra is intézhetőek maradnak. A rendelet további részletei a Facebook oldalamon is megtalálhatóak. Kérem, hogy mindenki csak a lehető legszükségesebb esetben hagyja el az otthonát, vigyázzunk egymásra!